Az NB2 délkeleti csoportjában szereplő makóiak jelenleg a 11. helyen állnak 4 ponttal. Az együttes január 2. hetében kezdett el alapozni. A tréningek során a hagyományokhoz híven az idén is részt vettek a Triplex kupán, ahol 3 helyszínen mérkőztek meg ellenfeleikkel. A csapat jelentős változásokon esett át, hiszen Balán Róbert, Novák Bence és Endrei László eligazolt a marosmentiektől. De érkezett Pádár Attila, valamint a junior korcsoportból is egyre többen kapnak lehetőséget az edzőtől. Ezt múlt héten be is bizonyították, ugyanis a makóiak mezőtúron kezdték meg a szezont, ahol bár kikaptak, a továbbiakban mindent megtesznek a bentmaradásért. Én alapban egy optimista ember vagyok, és voltunk már hasonlóan nehéz helyzetben. Én nagyon bízok a játékosaimban. Tavaly is eligazoltunk a Kovács Martin ilyenkor a félidőbe. Kevesen is voltunk, de ez úgy jött le a játékosoknál, hogy talán egy picit a felelősség tudattuk, meg az, hogy még többet kell tenni a pályán. Ezt előre mozdította bennük ez a történés, és produkáltunk egy jó tavaszt. Tavaly előtt is megvolt, idén is megteszünk mindent azért, hogy ez így legyen. Leszkován Ádám egy év erősíti a Contitech makói KC-t góljaival. Az átlövő elmondta, minden edzésen keményen dolgoznak azért, hogy a mérkőzéseken ne veszítsenek pontokat. Szerintem a legfontosabb a védekezés, amit jól össze kéne rakni, mind a széltől egészen a belső hármasokig, és utána pedig a támadásra kell majd kellően oda koncentrálni, hogy higgadtan és nyugodtan le tudjuk vezetni őket. A marospartiak most vasárnap egy rangadóval kezdik meg a hazai közönség előtti mérkőzéseket. 15 óráig kezdett el az előttük álló Kondoros együttesét fogadják az Erdei János Városi Sportcsarnokban. Mint ahogy azt már megszokhatták, a makói városi televízió híradásaiban ezekről a találkozókról továbbra is beszámolunk, valamint teljes egészében műsorra tűzzük a mérkőzéseket.